Hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a reggeli kakoscsigának a karácsonyi különkiadása, az első karácsonyi különkiadásunk, ez egy special edition, ahol érkezek nektek, méghozzá azért, mert hát holnap itt van a szeretet ünnepe. Nem, hölgyeim és uraim, Ginóval ellentétben én nem úgy gondolom, hogy majál is lenne a szeretet ünnepe, karácsony a szeretet ünnepe az eredeti, úgyhogy holnap érkezhet nálatok Jézuska valószínűleg, és hát együtt lesz a család, és pontosan ezzel függ össze a mai témánk, az együttléttel, és azzal, hogy megosztjuk-e másokkal a dolgainkat, a kívásainkat válkozóként, vagy pedig egyedül próbálunk szembeszállni a viharral, egyedül próbálunk szembeszállni a megpróbáltatásokkal. Én azt gondolom, és azért adtam ezt a címet a mai adásnak, hogy egy nagyon-nagyon költséges dolog lehet hosszú távon az, hogyha magányos farkasként gondolkozó vállalkozóként nem csak anyagi értelemben véve, de úgy is nagyon-nagyon nehéz lehet, és nagyon költséges lehet az, hogyha egyedül próbált kitalálni a dolgokat, de stresszben és egyszerűen abban, hogy nem lesznek körülötted emberek, akik megértsenek téged abban a helyzetben, amikor valami nehéz neked, akkor így még tízszer, ötször-tízszer annyira fájni fognak azok a dolgok, amikkel egyébként ott lehetnének mások, megoszthatnád velük a dolgokat, és segítenének neked. Az az igazság, hogy a vállalkozók alapból azért kompetitív emberek. Szeretünk versenyezni, szeretnénk minél előrébb jutni, és lehet az a tévhitünk, hogyha mindent megtartunk magunknak, minden információt, akkor előrébb fogunk jutni. Ezzel ellentétben, ha másokkal együttműködünk, akkor együtt sokkal magasabbra érhetünk, hiszen tanulhatunk egymás hibáiból, ballépéseiből, egymás jó pillanataiból. Ezekből tanulva pedig ugye gyorsabban tudunk mi is haladni. Úgyhogy javaslom nektek azt, hogy mindenképpen keressetek valami csoportot, akár ugye nálunk, vagy akár csak egyszerűen barátkozzatok össze vállalkozókkal azért, hogy legyen egy olyan társaságotok, akikkel meg tudjátok osztani azt, hogy milyen kihívásokon mentek keresztül. Magányos farkasként nem csak sok pénzedbe kerülhet az, hogy egyedül próbáld megoldani a dolgokat, hanem ahogy az előbb említettem, érzelmileg, tehát stressz szintjén és érzelmi szinten is nagyon sok problémád lehet abból, hogy nem osztod meg a dolgokat mással. Nem, csak annyit szeretnék mondani ebben a mai karácsonyi különkiadásban, hogy nem osztanak azért díjat, hogyha egyedül oldod meg a dolgokat. Tehát hogy nem kell ezt egyedül megoldani, és ez nem egy ilyen megtiszteltetés, vagy nem egy olyan dolog, ami miatt meg fogják veregetni a vállalat, hogy te egyedül oldottad meg a helyzeteket. Ez maximum neked lesz szívás. Mi többiek nem fogunk ezért semmilyen díjat osztani neked. Tehát én azt mondom, hogy sokkal inkább jobb az a mentalitás, nekem is nagyon sokat segített, hogy 2016-tól kezdve volt egy mastermind az életemben, akikhez fordulhattam, hogyha volt valamilyen dolog, amin éppen keresztül mentem, ott voltak mellettem olyan pillanatokban, amikor szükségem volt valakire, én is ott voltam nekik, amikor nekik volt rám szükségük, és azt mondom, hogy ez nagyon sokat adott hozzá az életemhez, hogy kitartsak azokban a helyzetekben, ahol amúgy nem lett volna egyébként, nem lett volna erőm kitartani. Nem véletlenül például hogyha Amerikában van egy ilyen szokás, hogyha startupok keresnek befektetőket, akkor sokszor direkt egyből van egy társuk, akivel alapították ezt a startupot, és ez azért van, mert vannak is például olyan inkubátor programok, ahol alapból elvárják azt, hogy legyen egy társad, akivel alapítottad ezt a startupot, és azért, mert észrevették, hogy azok a startupok, ahol két alapító van, és nem csak egy, azoknak nagyobb az esélye, a statisztikák alapján nagyobb az esélye a sikerre, és hát emögött is igazából annyira rejlik, hogy amikor az egyiknek rosszabb kedve van, akkor ott van a másik, aki tudja támogatni őt, és ugye vice versa, és pontosan ezért javaslom azt neked, hogy ne magányos farkasként építsd ezt a történetet, mert keresd magadnak egy alapítótársat, nem kell, hogy konkrét üzlettárs legyen, de legalább barátokat, akikkel együtt tudsz menni, és ha már itt vagyunk, és karácsony van, és a szeretet ünnepe, akkor pedig ez segíteni fog a jövőben, hogy másokkal együtt tudj menni, és megmerd osztani velük a dolgaidat. Az elkövetkező napokra azt kívánom, hogy kapcsolódjatok ki, azt kívánom, hogy érezzétek jól magatokat a családdal, azt kívánom, hogy ne veszekedjetek sokat, néha igen, szfejek tudnak lenni a családtagunk, ez mindenkül előfordul, mi is szfejek tudunk lenni másokkal, de azt kívánom nektek, hogy elég nagy türelmetek legyen ezt a pár napot, amit most együtt töltök, próbáljátok meg empátiával, megértéssel fordulni egymás irányába, és tényleg kapcsolódjatok ki, boldog és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek. Legközelebb kakócsiga, most lesz egy kicsi szünetünk, legközelebb kakócsigával 28-án érkezem nektek. Én is most addig egy picit karácsonyozom, a szeretteimmel töltöm ezt az elkövetkezendő pár napot. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok hétköznaponként, minden reggel megtiszteltek a figyelmetekkel, 2021-ben is érkezünk természetesen. Legközelebb viszont december 28-án találkozunk, és csak utána térünk rá az új évre. Szevasztok!